Zsúfolásig megtelt a már jól megszokott helyszín a járóbeteg szakellátó központban. Sokan érezték fontosnak, hogy még többet megtudjanak erről a betegségcsoportról, amelyik a leggyakoribb halál ok ma Magyarországon. A cél mindenképp az, hogy a közösséget megerősítsük, és abban a tudatban is erősítsük őket, hogy nincsenek egyedül, hogyha szív- és érrendszeri problémákkal küzdködnek, hisz tudjuk, hogy a vezető megbetegedés és halálok között is első helyen szerepel sajnos a szív- és érrendszeri betegség, és ez arra jó, hogy tájékozódjanak, kérdéseket tegyenek fel a doktor úrnak, és a mindennapjaikat egy jó minőségben tudják élni. Az a lényege az előadásunknak, hogy mit tudunk mit tenni annak érdekében, hogy ezt a lehetőség szerint minél később alakuljanak ki ezek a betegségek, illetve hát lehetőség szerint sosem betegedjünk meg ilyen betegségben. Az élelmeszesedés teljes megelőzésére nincs mód, hangsúlyozta a doktor, ám kis odafigyeléssel is sokat tehetünk egészségünkért. Egészséges életmód, a táplálkozás, sok-sok mozgás, ez mind-mind segít. Az élelmeszesedés teljes megelőzése sajnos lehetetlen, de hogy ez minél később életkorban alakuljon ki, az döntően függ a mi egészséges életmódunktól. A jelenlévők fontosnak tartják a tájékoztatásnak ezt a formáját. Sajnos már idősödő korban vagyunk, és ez hát minket is érinthet ez a betegségek, és mivel a családban is volt sajnos szívérendszeri beteg probléma, azért hasznosnak tartom, ha tájékozódok ezekről a betegségekről, problémákról. Azt mondta a doktor úr, hogy mozgás és életmódváltás, tehát tudatos táplálkozás. Mi a vélemény ezzel kapcsolatban? Hát szerintem ezek nagyon fontosak, főleg az életmódváltás, mert hát eléggé hozzá vagyunk szokva zsíros, nehéz ételekhez, és hát ezen is jó lenne változtatni. Hát meg a mozgás is nagyon fontos. Én például minden nap sétálok, akármilyen idő van. Az érelmeszesedést jól érzékelteti ez az eszköz is, ezt látva jobban el tudjuk képzelni, mi megy végbe szervezetünkben a mértéktelen életmód által. Ezen itt az látszik, hogy az épp érkeresztmetszete, ahol gyakorlatilag nincs semmilyen lerakódás, itt már megfigyelhető egy bizonyos érelmeszesedés kezdete, és a folyamat előre haladtával ez gyakorlatilag olyan mértékűvé válik, hogy szinte az ér keresztmetszetét teljesen átfedi. És az egészséges életmódnál említettem az egészséges táplálkozást, de nagyon fontos a dohányzás is, hiszen akár egy szál cigaretta is az ér összehúzása révén az itt még biztosított átfolyás teljesen összeszűkítheti. Tehát akár egy szál cigarettával is ki lehet váltani szívrohamot. Ez a lábra, vagy ez a kis szemléltető eszköz ezt mutatja. Ellenszer tehát a mozgás és az egészséges táplálkozás. A mozgás ellen nem lehet kifogás, idősebb korban is kötelező, emelte ki a doktor úr. Természetesen azt a módját megválasztva, amely nem megerőltető. Ha már kialakult a betegség, gyógyszerrel vagy műtétekkel kezelhető, de életmódváltással az érelmeszesedés esélye jelentősen csökkenthető.